Európa számára a következő időszak legnagyobb kihívása, mint mindannyian tudjuk, a migráció, a migrációs hullám. Hétvégén indította országos aláírásgyűjtési akcióját a Fidesz, Győrben is napok óta folyamatosan gyűlnek a támogató szignók az uniós kötelező betelepítési kvóta ellen. Erről számolt be Barosúti tájékoztatóján Győr egyik országgyűlési képviselője. Simon Robert Balázs újságírók előtt azt mondta, meg kell védeni az országot, mert ellenkező esetben éppen egy szegednyi embert kellene befogadnia és letelepítenie Magyarországnak. Korábban már egy döntés született egy úgynevezett kötelező betelepítési kvóta bevezetéséről, ami elsőkorban azt jelentené, hogy Olaszországból és Görögországból rövid időn belül mintegy 60 ezer ember érkezhetne egy kötelező elosztás alapján Magyarországra. Magyarország ezt nem kívánja támogatni, és éppen ezért egy törvény módosítási javaslat is érkezett a parlamenthez, amelyet múlt pénteken tárgyaltunk, és december elején tulajdonképpen törvényi felhatalmazást is ad a Magyar Országgyűlés a magyar miniszterelnöknek, hogy ezt az álláspontot Brüsszelben képviselje. Az egyes körzetben 4 helyszínen lehet aláírni a kvóta elleni petíciót, ezzel pedig élnek is egyre többen a győriek közül. 4 nap alatt csak a körzetben közel 1500-an mondtak nemet az EU elképzelésére. Az aláírás gyűjtésben a Fidelitas is részt vesz, a fiatalok szerint minden korosztály szívesen támogatja a Fidesz akcióját. Most egy olyan aláírásgyűjtő kezdeményezésről van szó, amely mögött szerintem szinte az egész ország áll és mindenki támogatja. Megkezdtük már a belvárosban, illetve a város különböző pontjain is az aláírásgyűjtéseket. Nagyon pozitív a visszajelzés, mindenki támogat minket, pártra való tekintet nélkül mindenki aláírja az ívet, és örülnek is a Fidesznek, támogatják a kormányt ebben a döntésben, úgyhogy nagyon pozitív a visszhang. A Fidesz az év hátra levő részében igyekszik minél több embert megszólítani az ügyben. A nagyobbik kormánypárt szerint ugyanis minden magyar érdeke, hogy ne valósuljon meg a kötelező betelepítési kvóta. A tiltakozó akció eredményeit Brüsszelbe is eljuttatja a párt, amely törvényjavaslatot nyújtott be a kvóta ellen, amiről legkésőbb december elején szavaz majd az országgyűlés.